tisztelettel és szeretettel köszöntöm a mai testületülésünkben a testületi tagokat, jegyzőasszony, a kábeltévi stúdió munkatársát, Bencét, és várjuk majd az igazgatóasszonyt. Megállapítom, hogy a testületi ülésünk határozatképes, valamilyen részt tudunk venni a mai ülésen. A lejárt határidejű határozatokról tájékoztatók, azt megkaptátok. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban egy kérdése hozzá tudnivalója. Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy aki elfogadja a jelentést a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben az a döntésekről, az kész feltartással jelezze. Köszönöm egy hangú. A meghívót és a meghívóval szereplő napirendi pontokhoz az anyagot megkaptátok. Ugye a bizottsági ülésen már 9 napirendi pont volt, az előzetesek kiküldött 8, valamint a 9. egy kivett saját használatú megvásárlása. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése hozzá tűzni valója. Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy aki elfogadja a napirendi, ezt a 9 napirendi pontot, az készfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen, hangul. Első napirendi pontunk az önkormányzat 2017. évi költségvetési előirányzatainak módosítása és a önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása. A bizottság tárgyalta. Kérem az elnök asszonyt, hogy tájékoztasson az ott elhangzottakról. A bizottság ülésen megállapítottuk, hogy az előterjesztésben olyan módosítások szerepelnek, amit egyrészt a testület már megszavazott, hogy kötelezően kifizetendő összegeknek a módosítása, technikai átcsoportosítások, az önkormányzathoz érkezett állami támogatások, pályázati támogatás plusz a hozzá kapcsolódó költségek, módosító hatása, a közfoglalkoztatással kapcsolatos módosítások és a bizottság elfogadása javasolja. Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e a napirendi ponttal kapcsolatban valakinek még hozzáfűzni való a kérdése? Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy aki az önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzatainak módosítását elfogadja, az készfeltartással jelezze. Köszönöm szépen. Még egy határozathoz adatlanra van szükség, aki a kérem, hogy aki az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítását elfogadja, az előzőek alapján az készfeltartással jelezze. Köszönöm szépen. Rendhagyó módon a harmadik napirendi ponttal folytatjuk. De nem megvárjuk, hogy igazgatóasszony jelezte, hogy szeretne itt lenni a testületi ülésen, akkor megvárjuk, hogy hátha beérkezik még időben. Akkor harmadik napirendi pont, tervezési árajánlatok a víz és szennyvíz vízi közműrendszerre vonatkozóan. A sikerült beszélni a műszaki igazgatóra is azt mondta, hogy valamennyi, ami jelenleg elhangzott, tehát valamennyi lehetőséget meg fogják vizsgálni és úgy adják a javaslatot, tehát mindegyik ismeretében. Bármi azért szerepel kiemelt, hogy ember ott másfajta munkát is kell végezni, mint a többi lehetséges kútnál. A bizottság tárgyalta az előterjesztést. Kérdezzek, hogy milyen állásfoglalásra jutottatok? Igen, a bizottság ülésen, amire most választ kaptunk, hogy nem tudtuk, hogy pontosan mire kérték az árajánlatot. Az előttünk lévő tanulmányterv elkészítéséhez, akkor most megkaptuk a választ, tehát nem csak az egy tartalékkútnak a kialakításáról van szó, hanem plusz egy kút
kialakításáról is bizottságülésen elhangzott gazdasági előadó tájékoztatott bennünket, hogy a Bakonykarsztól visszatérítésként kapott ebből a fedezett rendelkezésünkre állhat. A szennyvíztisztított telep felújításával, illetve annak a tervnek az elkészítésével kapcsolatosan elhangzott, hogy amikor Szentgál csatlakozott a szennyvíztisztító telephez, tulajdonképpen nagy részét abból a pénzből újították fel, amit a beruházás kapcsán kapott a tulajdonképpen Szentgál, és ugye nem engedélyezték, hogy külön szennyvíztisztító telepünk legyen, és utána viszont semmi, tehát az utána következő javítási költségeknél viszont soha nem vették figyelembe, hogy ott akkor Szentgál milyen beruházást végzett, ez így elhangzott. A fedezetről volt még szó, és ott pedig arról beszéltünk, hogy a szennyvízberuházás számán rendelkezésre állhat a fedezet ennek, és a bizottság azt javasolja, hogy itt a testületi ülésen döntsünk, tehát nem javasolt döntést az információ hiány miatt. Köszönöm. Most már megvan az információ, kérdezem, hogy kinek mi a véleménye, melyiket fogadjuk el, fogadjuk el. Ugye, a bizottságülésen még az is elhangzott, hogy ennél fontosabb vízberuházásra is szüksége lenne Szentgálnak, ami meg következő napi rendpontban szerepel. Ugye nyáron, júliusban, júniusban voltunk teremben egy együttes ülésen teremben Szentgál képviselőtestületével. Én úgy gondolom, hogy ha terveket nem készítünk, akkor esetleges pályázati lehetőségnél sincs esélyünk arra, hogy induljunk ez ügyben. Tehát én azt támogatnám, hogy ezeket a terveket készítessük el. Ez az én véleményem. Kérdezem, hogy van-e még valakinek ezzel kapcsolatban kérdése hozzáfűzni valamire? Parancsoljon! Mivel a szakmai vélemény aztán azt tudta alá, hogy a legközelebb eső és a legkevesebb költségű állajátot, akit tette, őt bíznánk meg, ezért én csak is azt mondom, hogy én azt támogatom, és hogy akkor ők kapják meg a megbízást. Ugye ez a vízzel kapcsolatos tervnél egy elismerettel rendelkező, ezt írják róla a cég, de valóban három jelentkező az övék a legolcsó. Ugyanígy a szennyvízzel kapcsolatban ott kettőt jelölnek, meg szakmailag, de azt gondolom, hogy ott is a legolcsóbbat kell választani, a legolcsóbb benne van a két ajánlatban. Akkor kérem, hogy aki a tanulmánytervvel kapcsolatban a legolcsóbb ajánlatot, tehát amellett szóval, hogy a legolcsóbb ajánlatot fogadjuk el, az készfeltartással jelzzel. Köszönöm szépen egyhangú, ugyanúgy kérem, hogy aki a szennyvíztisztító felújításával kapcsolatos tervek, én is a legolcsóbb ajánlatot javasolja elfogadni, ezt készfeltartással jelezzük. Köszönöm szépen egyhangot. Következő napi rendi pontunk, hogy ez a Szent Kálmészmű vízellátása. Kapunk egy árajánlatot a pénztelepen lévő
problémákra, ami tulajdonképpen a gerincvezeték, új gerincvezeték befektetését és a házakhoz, vagy a, ott, ahol vízvételi igény jelentkezik, hogy ott bent a terekhatáron belül egy méterre beviszik. Ez a 15 millió forint plusz áfa ennek a teljes összege, de ez csak egy becsült dolog. Volt kérdés, hogy az a 670 liter, amit itt jeleznek, hogy az mit takar, bevallom őszintén, hogy a főmérnök úrral nem tudtam beszélni, de a javaslat az úgy is úgy fog szólni, hogy a 2019. évi göbbőfejlesztési tervbe szerepeljen, és addig ezt a dolgot teljesen tisztázni fogjuk meg. Ugye az egyéb tulajdonú viszonyokat is tisztázni kell. De úgy gondolom, hogy itt is az első lépéseket meg kell tenni, hogyha esetleg pályázati lehetőség van. Ha meg nincs, akkor is 19-ben valamilyen módon neki kell látnunk, hogy ezt az áldatlan állapotot egyre hozzuk, ahogy a bizottság ülésen elhangzott, hogy a Laci mondta, hogy megtörténik az is a jelen helyzetben, hogyha valaki összeveszik a szomszéddal, akkor egyszerűen csak lezárja a csapat, és nem megy tovább a víz. Tehát nem megfelelő a megoldás, és a bakonyka sem tudja, hogy tulajdonképpen hol megy a gerincvezeték, és hogy mit, hogyan kell javítani. Tehát ez elég nehéz helyzetben van. A bizottság tárgyalta az előterjesztést, kérlek, hogy akkor tájékoztass minket azóta elhangzottak. A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy erre a felújítása, vagy hogy mondjam, korszerűsítésre, vagy új vezeték képítésére valóban szükség van, mert mióta én emlékszem, minden ciklusban elénk került az, hogy valami gond van a mészműtelepi vízvezetékkel. Tehát a bizottság azt javasolja, hogy a bakonykarsztot biztosuk arra, hogy a fejlesztési tervébe ezt vegye fel, és ha igazából akkor tud ez megvalósulni, hogyha elsősorban, hogyha valamilyen pályázati lehetőséget találunk. A bizottságülés ugyan nem hangzott el, de közben gondolkodtam otthon is még, hogy a bakonykarszt jobban látja azt, hogy milyen lehetőségek vannak, tehát kérjük meg őket, vagy bízunk meg őket, hogy figyeljék ezeket a lehetőségeket. Illetve még az is eszembe jutott, hogy na jó, akkor most mondom, hogy a bizottság tehát azt javasolja, hogy kerüljön be a tervbe, és akkor majd utána mondom, amit mindig gondoltam. Igen, kérdezem, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban, vagy a javaslattal kapcsolatban valaki, ami kérdése hozzáfűzni valója? Ugye az is elhangzott, hogy a mésztelepen élők tulajdonképpen most nincsenek rajta a bakonykaszt rendszerén. Esetleg azzal fordulni a bakonykaszt fele, hogyha ez a hálózat kiépül, akkor ott is bevétele lesz a bakonykasztnak. Tehát, hogy valamilyen mértékben nem tudnának-e hozzájárulni ehhez a fejlesztéshez. Ha nem bólogassál így, hát... Na, volt hasonló kérdés, mert ott is nem volt a válasz, hogy... Nem volt, de ez egy nagyobb, én úgy gondolom, hogy egy nagyobb volumenű bevétel lenne. Nem olyan sok, de mégiscsak bevétel, ami most nincs. Jó, az mindenképpen igaz, hogy a bakonykarsznak is érdeke, hogy ott tudják, hogy milyen viszonyok vannak, mert most a Márnak kötötték be idén tavasszal talán, vagy tavaly a vizet, hát nagyon nem volt egyszerű, és mindenki kijött, hogy és rágyomacska volt, hogy milyen vezetéket fognak ott találni, ami mint fővezetékként szerepel. Tehát nem, nekik sem jó ez a helyzet, ráadásul szolgáltatni pedig kell. Tehát most ezek az új törvények, azok a szolgáltatókat egyre kevésbé hozzák olyan helyzetbe, hogy önálló döntéseket hoznak, hanem azt mondják, hogy igen, neked ott kell
szolgálatban. Még az is eszembe jutott, ugye ahhoz, hogy egyáltalán valamerre elinduljunk ez ügyben, ha bővítésre vagy hogy mondjam felújításra kerül sor, tudni kell azt, hogy mi hol van, tehát legalább a tervezés, vagy tehát egy részét, hogyha átvállalnám, akkor azt az állapotfelmérést, az is kell egy tervezéshez, már az is segítség lenne, az is talán csökkenteni a költségeket, vagy ez most csak a... Tehát én inkább attól tartok, hogy ez nagyobb összeg lesz, mint ami itt szerepel. Lehet, hogy igazad van. Az biztos, hogy nekünk addig, amíg a tényleges munkájának kezdődik a tulajdonviszonyokat, azokat tisztázni kell. Ha vannak, és sajnos előfordult olyan, hogy nem egyértelmű, vagy nem az önkormányzat, vagy nem a Bakonykarsz tulajdonában vannak bizonyos részei ennek a rendszernek, akkor ott is valamilyen módon egyességre kell jutnunk. Meg fogjuk tenni mindenképpen, hogy a 2019-re tiszta képet lássunk. És akkor úgy is teszem fel a kérdést, hogy aki egyetért azzal, hogy a Szent Gál részmű vízhálózat gerincvezetékének cseréje a 2019. évi gördülő fejlesztési tervben szerepeljen, ezt kérem kézfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen! Következő napirendi pontunk az óvodapedagógusok életmény emelése. Azt kell tudni erről előzetesen, hogy az állam engedi az önkormányzatoknak, hogy az óvodapedagógusok életményét 3,5%-kal emelje. Engedi, tehát nem tiltja, de nem is ad hozzá forrást. Ez vonatkozik az óvodapedagógusoknak, hogyha az önkormányzatnak kell kifizetni ezt az összeget, vagy igazálkodni ezt az összeget, akkor a bizottság gyűlésen ugye elhangzott az, hogy akkor a 7%-kal viszont a technikai dolgozókat, tehát itt gondolok a dajkákra is, és gondolok az összes kiszolgáló személyzetre is, hogy 7%-kal emeljük, tehát csak akkor védje meg az önkormányzat, hogy ez ide gazdálkodható, akkor közlöm az elnökasszonynal és a testvéri tagokkal, hogy rendelkezésre áll ez a pénz önkormányzat költségvetésében, és a jövő évre is, tehát a szeptemberig ugye, a következő döntési helyzetig úgy tűnik, hogy ez biztosított. És akkor most kérem az elnök azt mondja, hogy ennek függvényében tegyél meg azt a határozati javaslatot, amit a testületnek elfogadásra javasol. Ebben az esetben a bizottság azt javasolja, hogy a polgármester úr által elmondott mértékben, tehát a óvodapedagógusoknak 3,5% és a technikai dolgozóknak pedig 7%-kal emeljük meg az illetményét. Ez az illetmény, ez erről minden évben dönthetünk, ez az illetmény differenciálható, tehát lehetőséget ad az óvodavezetőnek arra, hogy a következő évben most ugyanazt mondta az óvodavezető, hogy nem kíván differenciálni, de a következő években akár ezt az összeget, amit most elfogadunk, differenciálni is lehet. Vagy ha olyan helyzetbe kerül az önkormányzat, akkor ugye ez csak erre az egész szolgálati időszakra vonatkozik. Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e a napirendi ponttal kapcsolatban még valakinek hozzáfűzni valója. Amennyiben nincs, akkor még ezt mondom, hogy örülöm beszolgál, hogy mind a két véremet is meg tudjuk adni. Tehát a felvázott lehetőséget is, akkor kérem, hogy aki elfogadja azt, hogy az óvodapedagógusoknak az életményét 3,5%-kal, a többi dadák, pedagógiai asszisztens, a
és az egyik technikai dolgozók pedig 700-ig fele megyik, akkor az kézfeltartással jelez. Köszönöm szépen, hogy megtudom. Következő napirendi pontunk, és egyben köszöntöm is Szentes Katalin igazgató asszonyt a tájékoztató a Lőnice Vajos Ágyvásáról a működésére, igen, kérem, hogy foglaljuk. Helyett a bizottság tárgyalta az iskola beszámolóját. Kérlek, Kati, hogy az ott elhangzottakról tájékoztass minket. A bizottságülésen elhangzott, hogy a helyzet nem túl sokat javult az elmúlt 5 évben, és a bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja. Köszönöm. Kérdezem a igazgatóasszonyt, hogy mivel kívánja kiegészíteni a... Mi állapotosságot szeretnék kiegészíteni a beszámolót. Néhány kiemelkedő tanulmányi és sportversenyt szeretnék megosztani önökkel, illetve a részletes verseny eredményeinket, pontosan elért helyezéseket, részvevő tanulókat az iskola honlapján lehet majd megtekinteni. Kiemelkedő sakk eredményeket értek el tanulóink, illetve atlétika eredményeket ebben a tanévben. Egy tanulónk az országos döntőbe jutott Debrecenben rendezték, és a megyei fordulón az atlétikai körzeti bajnokságokon is nagyon szép eredményeket értek el. A honlapra feltesszük ezeket a versenyeket, és a győztes, de a helyezést elérő tanulók nevét. Matematika versenyből volt egy kiváló eredményünk, a Bolyai megyei matematika csapatversenyen a 7. osztályosok csapata megyei 7. helyezést ért el. Ez azért különös, hiszen nagy nevű tagozatos iskolák csapatait utasították maguk mögé. Az Ajkai Bánki Mit Tudom, az Ajkai Bánki iskola rendezi évek óta ezt a csapatversenyt, a 8. osztályosunk osztályú 8-osaink csapat, a 3 fős csapat, ha jól emlékszem, első helyezést ért el ezen a versenyen. És még egy kiemelkedő eredményt szeretnénk mondani, a prózaíró országos versenyen, szintén Debrecenben kellett elutaznunk, de nagy örömmel tettük, első helyezést ért el 7-es tanulónk. A májusban rendeztük meg a Balatonfelvidéki iskolák 7. találkozóját, 16 iskola közel 200 tanulója vett részt ezen a rendezvényen, megismertette községünkkel, sok új információval és elégedettséggel tértek haza. Köszönöm szépen a testület támogatását, hogy meg tudtuk rendezni ezt a rendezvényt. Ebben a tanévben október 13-án rendezzük a Lőrince iskolák 10. találkozóját, Mikóházáról és Hegyeshalomról érkeznek majd tanulók. Szeretném meghívni a képviselőtestület tagjait 13-án pénteken, 11 órakor az ünnepélyes koszorúzásra az iskola udvarán a Lőrince szobornál. Ehhez a rendezvényhez is nyújt anyagi támogatást az önkormányzat, hiszen azt az összeget, amit önök az utazásra adtak iskolán tanulóinak, abból tudjuk fizetni azt a balatoni kirándulást, ahol el tudjuk finni nem csak a Mikóház és a Helyeshalmi, hanem a Szent Gálli Lőrince iskola tanulóit. És végül, de nem utolsó sorban, szeretném megköszönni az önök támogatását, hogy intézményvezetői pályázatommal támogatták. Szeretnénk önökkel a következő 5 évben is olyan együttműködő, támogató formában dolgozni, ahogy ezt eddig az önök részéről tapasztaltam. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban vagy az igazgató asszony kiegészítésével, egyáltalán csak az igazgató asszony, van-e valakinek kérdése vagy véleménye hozzáfűzni valamire? Parancsolj! Nem tudom, mert hallgattam, mert a véleményeket nem is gondolom, mert hogy ilyen, és köszönöm, hogy így megosztottam, legalább valamit, mint ilyen nézők is hallgatták, hogy ismernek vajon ilyen szép eredményei. A beszámoló tartalmaztam azt, amit elmúlt évben történt, és ezekhez én gondolom, hogy a továbbiakban is ilyen színvonalas, jó programokhoz mindenképpen a segítségünket. Nagyon sok kollégám dolgoznak örömmel, lelkesen. Az iskola honlapját akkor még elmondom. www.szentgáliskola.hu. Ezzel lehet tájékozódni, sok információ, úgy néz ki, hogy tudjuk frissíteni ezt a honlapot. Köszönöm.
kérdezem, hogy van-e valakinek esetleg kérdése, kérése. Nekem van kérdésem, hogy az a kérdésem, hogy tegyetek meg mindent azért, hogy a gyerekek ragaszkodjanak ahhoz a településhez, ahol születtek, vagy ahol élnek, hogy olyan közegbe tudják eltölteni ezt a 8 évet, hogy jó érzéssel is büszkén vannak arra, hogy ők Szentgálon voltak az iskola tanulói, akár azt is mondhatom, hogy legalább olyan nagy örömmel és jó érzéssel, mint ahogy a névadói Klőrinc Lajos gondolt vissza a Szentgáli iskolájára. És akkor csak egyetlen egy dolgot, hogy a tegnap előtt jártam néhány újra működő tanárnak itt, ami a településükhöz tartozik, és nagy örömmel tapasztaltam azt a ragaszkodást, ami még a hajak is olyan módon nyilvánultak meg Szentgálról is az iskoláról, az itteni embereknek a fogadókészségéről, ami büszkévé tett, vagy pedig nem sok közön van hozzá, megmondom őszintén, mert ez az itt élő embereknek az érdeme, de jó volt azt hallani, hogy Szentgálra szívesebben jönnek, mint a környező településekre, amik esetleg közelebb esnek hozzá. Tudjuk őket fogadni magántanulóként, és kevés iskola teszi meg azt, hogy magántanuló státusz biztosít, hiszen az többlet erre a tantestületnek, elkészíteni, vizsgáztatni, nekünk 8 magántanuló gyerekünk volt. Ez a létszám arány 8-hoz képest sok. De hát ennyit ajánlás is más. A gyerekek is, igen. Jó, köszönjük szépen, így gondoljuk. Amennyiben más nincs, akkor kérem, hogy aki az iskola tájékoztatóját beszámolóját tudomásról veszi ezt kézbe tartással. Köszönöm szépen. A következő napirendi pont még érinti talán az igazgató, azt mondja, hogy ez a kötelező felvétel biztosító iskola körzet határának véleményezése, bizottság tárgyalta napirendi ponton. Kérlek, Kati, tájékoztass valamit a bizottság álláspontjáról. Ugye a járási hivatal készíti el a mai iskolázási tervezetet, és ehhez kell a mi tulajdonképpen adatszolgáltatásunk és elfogadók nyilatkozatunk, amelyben Szentgál településen a Szentgáli Lőrincre és Általános iskolát jelöli ki a kötelező iskolázó intézménynek. És ezzel a bizottság egyet ért. Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? Nekem minden tegnap óta jutott még eszembe, de itt adatot is kell szolgáltatnunk, és ugye ebben az szerepel, hogy az iskolás, úgy szerepel, hogy az iskolában járó gyerekek száma 310. Ez valóban az iskolában járó gyerekek száma, vagy az iskolás korú, vagy tankötelezett korú? Tankötelezett. Általános iskolai. Ebben az is szerepel, akik nem Szentgálon tanulnak. Nem erre gondoltam, tehát mondjuk ebben ez a tanköteles korú gyerekek száma. Tehát aki ott van, aki az általános iskolás, 7-től 14 durván. Jó, tehát aki ott van az óvodában, az nincs benne ebben a létszámban, mert akkor igen nagy az eltérés tehát 310 fő, ugye ebben tudom, hogy benne vannak a gombáspusztai gyerekek is, ugye, akik zömében nem, sőt egyáltalán nem Szentgálra járnak iskolába. Csak úgy kíváncsi voltam rá, hogy esetleg, hogy ez a tanköteles korú gyerekek számomra, akkor ez érdemes körbenézni, hogy ez viszonylag sok gyerek miért nem ide jár. Mert magunknak feladatnak gondolom, hogy akár népszerűsítéssel, akár olyan körülményekkel, ami vonzó lehet azoknak, akik esetleg kiköltöztek, sokan költöztek Szentgálra, azt is tudom, és
lehet, hogy ebből is adódik, hogy más település. Olyan sok, nekem meglepő volt, nem emlékeztem. Tehát mondjuk egy osztályi gyerekre satszoltam volna azt, aki nem Szentgyárra járt, de ez annál több. 233 gyerek. Igen, az. Na csak én nem tudtam, hogy ez most a tanköteles korúak, akkor egy kicsit megnyugtatóbb lett volna számomra, de így akkor van. Mit gondolkodni? Köszönöm szépen. Köszönöm, kérdezem, hogy van-e kérdés ezzel kapcsolatban. Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy aki egyetért azzal, hogy a kötelező felvételt biztosítja. Iskola, Szentgyárlőrincze Lajos általános iskola legyen, és a körzethatár a település teljes közigazgatási területe, aki ezzel egyetért, és az előbb behangzott adatszolgáltatása, amit az elnök asszony mondott, ezt kérem készfeltartásra jelezze. Köszönöm szépen, hogy van. Köszönöm szépen az igazgatóknak, hogy részt vett a testületülésen, és kívánok további jó munkát. Következő napirendi pontunk a dr. Bőcén Istvánnak a kérelme. A kérelme több részből áll, egyik az talán a kölyárnak az észrevétele, ami három dologról szól, és ami műszakilag nem fontos, de én nem néztem utána, csak most derült ki utólag, de lényegében azt teljesíteni fogjuk, a másik pedig a doktor úrnak a kérése, ugye, ami az ő ítelőzési alapjával is összefüggésbe hozható. A bizottság tárgyalta a kérést. Kérem az elnök asszonyt, hogy tájékoztassa. Ez ott elhangzottak. Ugye a felmerülő hiányosságok elsősorban a mosdókkal kapcsolatban érkeztek, a bizottság ülésen azt hangzott el, hogy ennek a javítását, cseréjét mindenképpen meg kell oldani. Az iparűzési adó felhasználásával kapcsolatosan pedig elfogadásra javasolja a testületnek a dr. úr által felsorolt beszerzéseket. Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban esetleg valakinek még kérdése, kérdése. Amennyivel nincs, azért én kérem, hogy aki valamilyen módon érdekelt abban, hogy az önkormányzatra kirúgt feladatok, tehát itt a Morzsó és a Piszárra kapcsolatos cserére gondolok, hogy kérem, hogy az tényleg rövid időn belül valósuljon meg. A Csempével kapcsolatban is már tárgyalások folynak, úgyhogy remélem, hogyha nem a héten, az is megoldást nyer, és akkor nem lesz neki. Tehát minimálisak voltak végig is ezek a kérések. Nem. A néhány 10 000 forintot nem haladja meg az összes javítási munka. De ez a mi dolgunk, és ez nem érinti a doktor úr kérelmét, mert ez az önkormányzatnak a feladata. Amennyiben nincs kérdés, akkor kérem, hogy aki egyetért a bizottság ajánlásával, hogy a doktor úr kérését teljesítsük, az készfeltartással jelezze. Köszönöm szépen, egy csandót! Következő napirendi pont a gyermesteri feladatok ellátása, hogy a két vonalon indult a dolog, a testületi tagok kaptak egy tájékoztatást egy székesfehérvári telephelyi cégnek az ajánlatáról. Velük dolgoztunk alkalomszerűen, vagy esetszerűen, de ugye Fehérvár messze van akkor, amikor adott probléma van, nem tudtak ideérni, annyi emberük sincs egyébként, hogy több megyét ellássanak. Ugye egy előző közös beszélgetés alkalmával ígértem meg, hogy kérem a veszprémi polgármesternek a segítségét, hogy az ottani gyermesteri szolgálattal tudjunk
valamilyen módon együttműködést aláírni. Most ennek az együttműködésnek a létrejötte, vagy annak az elkezdése, az jövő év csütörtökön kezdődik a Kovács Zoltán a Városüzemeltetési Iroda vezetőjével lesz egy megbeszélés, hogy nekünk mi a kérdésünk, és ők mit tudnak teljesíteni. Utána pedig a szerződés aláírása korlódva a Veszprémi polgármester egyértelműen támogatott bennünket abban, hogy engem abban, hogy segíteni fognak a problémák megoldásában. És akkor most kérem az elnök azt mondja, hogy mi hangzott el a bizottság ülésen, mert kérem a felhatalmazást is erre a jövő csütörtöki megbeszélésre, tárgyalásra. Hát azt hangzott el, hogy ha lehetőség lesz a veszprémi szolgáltatások szolgálattal szerződés körülményeit tisztázni, akkor tehát a kettő ismeretében döntsük meg. Illetve ha ez így megfelel, akkor polgármester úrnak. Mondjuk a döntés akkor is a miénk, csak hogy a tárgyalásokat kezd meg. Abban egészen biztos vagyok, hogy Veszprémből könnyebb kijutni Szentgárdra, amikor probléma van, mint mondom, Fehérváron is igazából egy ember volt, aki Zircen keresztül jött Szentgárdra, akkor, amikor az a környéken volt dolga. Tehát ez eléggé nehézkes volt, attól függetlenül köszönettel tartozom neki, mert ahogy elhangzott a bizottság ülésen is együttműködők voltak, közösen ment ki az igazgatás is előadóval, az aki idejött a területre, közösen nézték meg, hogy azokon a helyeken, ahol elő szoktak fordulni, szabadon a kutyák, hogy vannak-e. Tehát ez meg volt, csak időben nagyon elcsúszott, tehát nem akkor tudtak jönni, amikor probléma volt. Kérdezem, hogy van-e? Parancsolj! Szeretném kérdezni, hogy akkor jövő csütörtökön még csak kezdődik valami? Jövő csütörtökön én azt szeretném, hogy meg tudjuk fogalmazni. Tehát, hogy csak egy rendkívül ülés keretében azt tudjuk mondani, hogy itt van, ez az a szöveg, el tudjuk-e fogadni, és meg legyen. Két településen van Veszprémnek ilyen jellegű együttműködés, amiről én tudok, Nemesvámos és Alvádi. A nemesvámosi polgármester azt mondta, hogy teljesen korrekt és kiváló ez az együttműködés köztük. Tehát a mostani, mert én hallottam, hogy most is van a problémák. Van nem bizony. Tehát azt mi most nem tudjuk megoldani. Arra nincs lehetőségünk. Fehérvári cégnek nincsen megfelelő kapacitása most erre, mert telephelyfelújítás van, és ami kötelező neki, tehát akikkel konkrét szerződéses kapcsolatban van, azokhoz tud kimenni. Mert jeleztük mindenki a problémát, csak azt mondta, hogy egyelőre a kötelező tudja csak. Valacsony. Én akkor kérdés szeretném, hogy sürgessük meg ezt a dolgot. Jó, én mindenképpen azért kértem a felhatalmazást is, hogy ha nem látok olyan dolgot, ami kétségesé teszi ezt az együttműködést, akkor én azt szeretném, hogy csütörtökön mondani, hogy igen. Fogalmazzuk meg, írjuk alá, és csütörtökön délután meg akkor elhintek tudom tenni, és azt tudjátok mondani, hogy igen, vagy nem. Jó, de ennél gyorsabban nem tudom. Köszönöm. Köszönöm. Jó, kérem, hogy aki nem kell nekem az egyetem, csak arra, hogy a megbeszélésem vagy a tárgyalásom ilyen értelemben képviseljem a település érdeket, hogy minél hamarabb és minél biztonságosabb legyen ez a gyermesteri feladatellátás szerintem, hogy ezzel egyetért és felhatalmaz engem, mert azt ilyen készfeltartással jelezze. Köszönöm szépen, én is egyetértek a egyhangon. A következő napirendi pont, ugye, ami bizottság elé került, egy kivett saját használatú megvásárlásáról szól. Kérdezem az elnök azt mondta, hogy emlékszik-e rá, hogy
Igen. Igen, ez ugye igen. A Malom utca és a Hásfa utca közötti szakaszon van egy 400 négyzetméter körüli, vagy 350 négyzetméternyi út, igen. Ami nem az önkormányzaté. Azt javasolja a bizottságtól, akkor ezt kérjük, hogy tegyük. Így van, felszámolásra került egy az, aki a tulajdonosa volt, ugye, és minden útról van szó, szóval ezért a felszámoló biztos az önkormányzatot kereste meg, és ez a tehát a mellette, az előtte is, meg az utána lévő is útszakasz az önkormányzati, csak közben ez a 350 négyzetméter nem. 20 ezer forint, igen. Ugye, amiben megalkultunk. Kérdezem, hogy van ezzel kapcsolatban valakinek kérdése. Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy a kérdéket az, hogy a kivett saját használatú út megvásárlása, amely a 542/6-os helyezi szám alatt van nyilvántartva. Ezt 20 ezer forintért megvásároljuk, az készfeltartásra jelez. Köszönöm szépen egy hangot. Parancsoljatok. Ezzel kapcsolatban lenne olyan kérdésem, hogy ugye, hát nem tudom, ez a cég az önkormányzattól területet is vásárolt, hogy arról van-e információm, hogy az eladásra kerül? Biztos. És hogyha, még egy kérdés, hogyha mondjuk ez hárverezésre kerül, akkor az ugyanúgy megjelenik itt a hivatalnál, a hirdetőtárnál, vagy ez valamilyen más csatornán folyik, mert ugye az építési teleknek használható, tehát... Mivel felszámolás alatt van a cég, ezért nem jelenik meg a mi hirdetőtáblánkon, hanem a felszámoló cég hirdeti meg. Aha. Mert ugye a településen többen szeretnének építkezni, tehát a telek valószínűleg az itt élő fiatalokat érdekelni, hogy esetleg hol lehet utána járni ennek, hogy... Utána nézünk, jó? Tudom mondani a céget, vagy pedig eleve megkérdezzük mi a céget, tehát, hogy mi lett a többi ingatlannak a sorsa. Jó, szóval én abból kötelesként napilapban is vagyok, hogy aztán majd közelni. Csak a felszámoló biztos, hogy azt tudod, akkor meg elrendítve. Házen van az szakrámenten. Vizasorban van kérdezni. Teljesen minden. Igen, csak ugye, ha nem tudunk róla, akkor... De jó, most már szeretetésünk. De most már szomszédok lettünk. Mondjuk tavasszal kezdődött ez az egész ügy, tehát azóta már lehet, hogy... Mindegy, valamilyen tájékoztatást csak fogunk kapni, és akkor hamar, hogyha van még lehetőség arra, hogy épül az ügybe, akkor beszéljünk róla, jó? Ha nem is mi, hanem kifele hirdetni, hogy van ilyen lehetőség. Igen. De mi is akár. Akár mi is. Ha nem jutani, kérdezem, hogy van-e még esetleg valakinek kérdése. Amennyiben nincs, akkor megköszönöm a munkátokat, a mai testületi ülést ezennel bezárom, és kívánok mindenkinek jó pihenést, jó éjszakát.